A második Géza gimnázium diákjai október 22-én adták elő színpadi produkciójukat. Versekkel és énekszóval emelték műsoruk színvonalát. 1956. november 4-én megindult az első erejű szovjet támadás a magyar forradalom eltiprására. Az új kormányt Kádár János vezette, a szabadság hangjai 33 évre elhallgattak. A hősök áldozata azonban mégsem volt hiába való. 1989. október 23-án, a forradalom évfordulóján Szűrős Mátyás, a parlament akkori elnöke, az országház ablakából kikiáltotta a magyar köztársaságot. Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy őseink életüket, vérüket adták azért, hogy ma Magyarországon szabadon élhetünk. Többek közt ez volt a mondani valója a tanulók által előadott színdarabnak. A 11. A osztály, a gimnázium 11. A osztálya készítette a műsort, illetve hát ők adják elő, és hárman, a Sós Marika tanárnő, Szilik Ágnes tanárnő és Énekli Anikó, mi állítottuk össze a forgatókönyvet, és mi próbáljuk betanítani nekik. Nagyon ügyesek. Végig visszük az 56-os forradalom történetét, de illetve csak úgy, hogy egy család történetén keresztül, akik végül is elhagyják az országot és kimennek Amerikába, és a végén van egy jelenet egy iskoláról, ahol számba veszi a tanár úr, az osztályfőnök, hogy az osztályban hányan maradtak, és konstatálja, hogy van, aki meghalt, és van, akiről nem tudnak semmit. Rólunk beszélnek minden nyelven, sikong az éter és csodál. Dávid harcol Góliát ellen. Népmilliók aggódva nézik, hányan indulnak halni még, s küldi a nép, ifjú vitézi. Fiatalok még alig éltek, s fütyöngő golyók hangja közt támadnak neki a privéknek. Nem akartunk híresek lenni, ilyen áron meg semmiképp, hisz bánatunk már végtelennyi. De nekünk mindig az jutott, hogy a világ minket csodáljon, s fiaink kapják a golyót. Mint akinek már mindenképpen minden mindegy, hát életet adunk szabadságért cserébe. S a sors minket így büntet, mert hogy tűrtünk 10 éven át, felmutatjuk véres fejünket, s tudjuk, hogy mindent megbocsát. Az előadásban megismert család helyzete szerencsésen alakult, hiszen el tudták hagyni az országot. A produkcióban azonban akadtak drámai pillanatok is, amikor kiderült, hogy sokan nem tudtak elmenekülni a harcok elől. Közel 20 gyerek dolgozott a műsor sikerességéért. Jönnek a forradalmárok, a tüntetők, akkor zászlóval azok skandálják a 16 pontot, tehát hogy mindig ilyen váltó verzióban lesznek a gyerekek, és az éneknél meg fönn van mindenki, tehát mind a 20 gyerek. Haló? Anya, itt az amerikai rokonok vannak a telefonnál. Nem mondj nekik semmit, jó? Lehallgatnak az ávósok. Péter Oliver volt a főszereplő. A családban az apa karakterét játszotta el, amit nagy kreativitással és tehetséggel oldott meg. Elmondása szerint mindenki igyekezett a próbák során. Szerintem mára már azért összeállt a műsor, de a jeleneteknél, hogy ki mikor megy be és ki mikor megy ki, ugye nem vagyunk profi színészek, ezért voltak ott megakadások. A produkció végén a tanulók közösen elénekeltek egy meghitt bensőséges dalt, ami mindenkiben tovább erősítette az emlékezés, a hála és a szabadság fontosságát. Október 23-án a polgármesteri hivatal előtt folytatódtak az ünnepi megemlékezések. A városi szokásokhoz hűen a helyi gimnázium, a második Géza gimnázium tanulói, egészen pontosan a 11. A osztály diákjai készültek az október 23-ai forradalom és szabadságharc eseményeinek a felidézésével. Ez mindig nagyon megható, mert hogy megtudhatjuk minden esztendőben így október vége felé, hogy a fiatalok, az ifjúság mit gondolnak az egészről, a közel 70 évvel ezelőtti eseményekről, és
évről évre új köntösbe bújtatva ismerhetjük meg azt, hogy tényleg ők hogyan viszonyulnak ezekhez az eseményekhez, hogyan emlékeznek, hogyan dolgozzák föl, vagy akár milyen információik vannak erről, akár a családtagok, nagy vagy dédszülők kapcsán. Úgyhogy ez egy mindig egy érdekes élmény. Százezrek álltak egymás kezét fogva a városaink főterein, és százezrek ölelték meg egymást ismeretlenül. Volt, akinek a szeme könnybe borult a boldogságtól, mert a nemzet közös szívdobbanása olyan erős volt, hogy még azok is megérezték, akik nem akarták. Ebben az esztendőben én igyekeztem felidézni a saját szempontjaim alapján, és kicsit talán szubjektív módon, hogy számomra mit jelent 56, az 56-os forradalom és szabadságharc eseményei. Azt tudni kell, hogy én a 90-es évek első felében itt voltam gimnazista, tehát gézás voltam. És már nagyon korán felfedezték talán azt a fajta talentumot bennem, hogy érdemes lehet versmondó versenyekre mennem, vagy nyelvhasználattal kapcsolatos megmérettetésekre. 1996. október 23-án, tehát az 56-os forradalom majd szabadságharc 40. évfordulóján, én gézásként, bátaszéki gimnazistaként Budapesten a fővárosban mondhattam verset egy nemzetközi versmondó versenyen, Gloria Victis volt a neve. Itt képviseltem nem csak az iskolámat, hanem a települést és a megyét is. Felemelő volt a 40. évfordulón a Műegyetemen, a Batthyány Örök Mécsesnél verset mondani, és részt venni abban az esemény folyamban a 40. kerek jubileum kapcsán, amíg tényleg felidézte az eseményeket. Ezt próbáltam a beszédem elején fölidézni. Nagyon fontos, hogy a fiatalabb generáció is értse és tisztelje ezt a napot. Velük is kell, én azt gondolom, beszélgetni a történelem, a magyar történelem eseményéről is, akár 56-ról, és nem csak október 23-án. A beszédemet talán azzal folytattam, hogy én nem szerettem volna az aktuál politikát bevonni, hogy mit gondolok, mire van nekünk szükségünk, bátyaszékieknek és a magyaroknak. És azt gondolom, hogy ez a fajta szabadságvágy, ami mindig bennünk volt, és néha ilyen furcsán nyilvánult meg az életünkben és a történelemünkben, az most még megköveteli azt, hogy pluszban, hogy egymás iránt, nem tudom én, nagyobb empátiát, barátságot, odafigyelést, és ahogyan a versemben, Patta György versében fogalmaztam meg, szeretetet. A beszédemet pedig az I. és Gyula vers, az Egy mondat a zsarnokságról című parafrázisával zártam, szintén egy magyar költő versével, Patta Györgyével, viszont ennek a címe az, hogy Egy mondat a szeretetről. És ennek a vége, az utolsó sorai, hogy ahol szeretet van, ott remény és jövő van. Én ezt kívánom mindannyiunknak.